ünnepies keretek között adták át a Fürdőkerti Szabadidőközpontban kialakított ifjúsági szállót szeptember 23-án. A beruházás avatóján Kis Attila polgármester mondott köszöntőt. A polgármester kiemelte, hogy Hajdúböszörményben az idegenforgalom, a turizmus és a hozzá kapcsolódó területek fejlesztése a 2000-es évek elején kezdődött el. A Fürdőkert a város és a megye egyik legrégebbi közintézmény közösségi tere 1875-ben kezdett el üzemelni. A komplexum megérett a felújításra. Böszörmény életében több szempontból is kiemelt szerepe van az intézmény korszerűsítésének. Egyrészt azért, mert a város egyik önkormányzati tulajdonú, városi tulajdonú szálláshelyéről van szó, másrészt pedig egy olyan felújítás, egy olyan munkát sikerült elvégeznünk itt a Fürdőkertben az elmúlt években, ami nem csak a városban, a megyében, de fél Kelet-Magyarországon is egy kiemelkedő lett. Nem titok, ugye már egy néhány hónapja működik valóságban a Fürdőkert, tehát már működünk, csak az ünnepélyes átadása van most, és nagyon jó visszajelzések vannak. Volt olyan, hogy színészek, budapesti vagy közismert magyarországi színészek tartották itt a legény búcsút, mit tagadás. Óriási jó hangulatban, főzőcske volt meg minden. Jövőre már a Tibor a tábor vezetője, az ifjúsági szabadidő központ vezetője színésztábor, színészképző tábort akar indítani ezen tábor vagy esemény kapcsán. És hát nagyon sok olyan visszajáró régi táborozónk, régi vendégünk tért vissza és elámult, hogy milyen szép körülmények vannak a korábbiakhoz képest. Én azt gondolom, hogy ez nem csak a városnak, a megyének, de Kelet-Magyarországnak is egy ékessége. Ifjúsági C-kategóriás szálláshelyről beszélünk, de néha szállodában nem kapunk ettől külön belátást. Halász János országgyűlési képviselő, a Magyar Művészeti Akadémia felügyelő testületének elnöke avató beszédében hangsúlyozta, a beruházás részletein túl fontos, hogy tudjuk azt is, hogy mi lesz a fejlesztés haszna. Hogy amikor egy beruházásról beszélünk, nagyon sokszor szóba kerül az, hogy hány négyzetméter, milyen burkolat van, milyen a tető. Ez mind nagyon fontos dolog, és hát az is szóba kerül, hogy mennyibe kerül ez, hogy mi az ára. És ez is fontos dolog, tudnunk kell, hogy mindennek megvan az ára, mindenért meg kell dolgozni. De egyúttal az is nagyon fontos, hogy ne csak ára legyen a dolognak, hanem haszna is. És ennél a beruházásnál is azt lehet látni, mint oly sok hajdúböszörményi beruházásnál, hogy a dolgoknak a haszna is megvan. Hogy a városvezetői, Élükön polgármester úrral már a beruházás indításakor, az egész program átgondolásakor gondolnak arra, hogy mi lesz jó ebből a hajdúböszörményieknek, a helyi közösségnek. De persze továbbra is igaz, hogy a közösség összefogása is kell ahhoz, hogy mindez így működjék. És nagy öröm látni, hogy egy ilyen a városlakóinak és az idejövőknek is hasznot, értéket adó újabb beruházás készült el. Tiba István országgyűlési képviselő, megyei fejlesztési biztos ünnepi beszédében kiemelte, hogy a fejlesztés mind a helyi lakosoknak, mind az ideérkezőknek is hasznos. Szerintem Hajdúböszörménynek azért nagyon fontos, mert az elmúlt években olyan látványosan fejlődött Hajdúböszörmény, hogy az itt élők is, és nyilván a város vezetése is nagyon szeretné, hogyha az országon belülről és az országhatárokon túlról is nagyon sokan látnák azt, hogy mennyire szép város lett Hajdúböszörmény, és érdemes ide eljönni. A vendégeknek pedig azért, mert egy olyan szálláshellyel bővült, ami európai színvonalú szolgáltatást nyújt elfogadható áron, és így hírét vihetik annak, hogy érdemes Hajdúböszörménybe eljönni. A rendezvényen a beruházást Konyári Anett projektmenedzser mutatta be. A beruházás összköltsége közel 314 millió forint. A projekt keretében a 188 millió forintos támogatásnak köszönhetően egy hagyományos szerkezetű, alápincézetlen 54 férőhelyes C-kategóriás ifjúsági szálló valósult meg. A kialakításra kerülő ifjúsági szálló kapacitása 10 4 férőhelyes szoba, 2 5 férőhelyes szoba, 1 kétágyas szoba, 1 darab kétágyas akadálymentesített szoba. A szálló vendégek kényelmét pedig többek között meleg konyhás étterem, 24 órás recepció, rendezvényterem, játékszoba, sportpályák és parkolók szolgálják.